Karcagvárosi Önkormányzat, valamint az Akácsziget Gyógy és Strandfürdő vezetése és munkatársai nevében szeretettel köszöntök minden kedves vendéget a Tiszató Térségi Fejlesztési Tanács támogatásával megépült új strandmedence átadó ünnepségén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándor urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Kubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét. Jó napot kívánok! Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét. Gyurcsek János, alpolgármester urat. Szele király Andrea asszonyt, a Karcagi Járási Hivatal hivatalvezetőjét. Rózsa Sándor, jegyző urat. Antal Zoltán, kivitelező urat, az Azért Building Kft. Ügyvezetőjét. Andrási István urat, a Nagykun víz és csatornamű ügyvezetőjét. Köszöntöm a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének jelenlévő tagjait, az intézmények vezetőit, képviselőit, minden kedves jelenlévőt. Köszöntöm a televízió nézőket, akik a képernyőn keresztül kísérik figyelemmel átadó ünnepségünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Felkérem Kubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelt képviselő úr, polgármester úr, alpolgármester úr, kedves igazgató urak, kedves hölgyeim és uraim, kedves karcagiak, karcagi fürdőzők, kisfürdőzők, ahogy mi hívjuk ezt az Akácsziget fürdőt már jó régóta, évtizedekkel ezelőtt, mint kisfürdő került be még az én tudatomba is, és főleg ilyenkor, amikor jó idő volt és a szabadonban lehetett strandolni, akkor mindig nagy örömmel érkeztünk meg az iskola után, vagy akár hétvégente, vagy a nyári szünetbe, és élveztük a kisfürdő szolgáltatásait. Azt a fantasztikus termálvizet, a fantasztikus hangulatot, amit nem csak mi karcagiak hoztunk ide, hanem meggyőződésem, hogy turisztikai vonzerővel is bírt már akkor is a fürdő a város számára. És most pedig, hogy a Tiszató térségében felfigyeltünk arra a kezdeményezésre, amit az Akácsziget fürdő fejlesztésére a Nagykun víz és csatornamű ügyvezető igazgatója és polgármester úr, képviselő úron keresztül eljutatott a Tiszató térségi fejlesztési tanácshoz. Azt gondoltuk, hogy ha sikerül ennek a pilot jellegű projektnek forrást találni, akkor azzal mindenféleképpen előrébb tud lendülni a város turizmusa, az idegenforgalom karcagi helyzete, a szomszédban lévő kemping kihasználtsága, a vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek, akár rendezvények látogatottsága is egy újabb lendületet kaphat, és mi mással, mint egy új medencével kezdte a város azt a folyamatot, amivel is majd folytatja energetikával, energetikai korszerűsítéssel, a gyógyvízben rejlő hőenergia és kísérőgáz hasznosításával, hogy egyrészt energiahatékonyan tudja üzemeltetni a fürdőt, másrészt olyan szolgáltatásokat tudjon nyújtani az ide betérő vendégeknek, amely versenyképessé teszi a fürdőt, és a megújuló kínálata Tiszató térségében az mindenféleképpen egy új versenyhelyzetet teremtett, tehát az Akácsziget fürdőnek is tartani kell a lépést, és az évtizedekkel ezelőtt megkezdett korszerűsítési hullám ma egy újabb elemét tudjuk méltatni. Én nagyon köszönöm F. Kovács Sándor képviselő úrnak, hogy segítségünkre volt abban, hogy Magyarország kormányánál akkor még Varga Mihály pénzügyminiszter úr felügyelte a területet, Varga Mihály pénzügyminiszter úrnál, később pedig dr. Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter úrnál sikerült ennek a pilot projektnek az útját egyengetnünk közösen képviselő úrral, miniszter urakkal, és most ott tartunk, hogy a hivatali apparátus segítségét és a minden szakértő, szakember jó szándékú hozzáállását megköszönve, de mégiscsak egy elkészült projektteremnél miért adhatjuk azt a fajta energiát, azt a fajta összefogást, ami sikerre segítette a pályatot. 1 milliárd 754 millió forint szolgálta ezt a kezdeményezést, 14 projektet két vármegyében, Heves és Jászlókun-Szolnok vármegyében tudtunk támogatni. Ez részben a Tiszató ökológiai potenciálnak a megújítását, másrészt a kikötők, fürdőhelyek fejlesztését, és több önkormányzat ingatlan megújítását teszik lehetővé, akár az északi, akár a déli parton. És most arra, amikor a projektek átadásához érünk, most látszik igazán, mennyire nagy szükség van arra, hogy a Tiszató térsége benne Karcag, mint az egyik legnagyobb település ennek a desztinációnak, mindenképpen a kulturális, társadalmi és gazdasági központja a megújulás útjára léphessen. Még egyszer nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak, miniszter uratnak, Magyarország kormányának, hogy 100%-ban nemzeti forrásból lehetővé tette, hogy ez a projekt megvalósuljon, és minden olyan kezdeményezést, amivel tovább tudjuk segíteni a gyógyfürdő üzemeltetését, akár az eredményes és költséghatékony gazdálkodás megvalósítását, és ezzel a karcagiak rekreációját, gyógyulni vágyását, szabadidős kikapcsolódásának hasznos eltöltését, azzal mindenféleképpen a továbbra is segítségre leszünk Karcag város önkormányzatának, Szepesi Tibor polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, és azt kívánom, hogy a karcagiak és az ide betérő vendégek élvezzék, érezzék nagyon jól magukat, élvezzék Karcag vendégszeretetét, élvezzék a szemben lévő kulturális és szabadidős és sportcentrumoknak a létét és a létezését, és mindenki élményebben és gyógyulásban gazdag időt tölthessen Karcagon. Ezt kívánom mindenkinek, érkezzen bárhonnan, Európából, a világ bármely szegletéből, akár csak térjen haza Karcagra, karcagéként, mindenképpen látogassanak ki ide az Akácsziget küldőre, és mindenképpen próbálják ki az új medencét, és majd a fejlesztési lehetőségnek köszönhetően az összes többi újítást, amin a küldő keresztül fog esni. Még egyszer gratulálok, köszönöm a kivitelezőknek az áldozatos munkáját, a precíz és szemet gyönyörködtető munkát, és mindenkinek azt kívánom, hogy ez a nap is, és innentől kezdve minden nap teljen még több élménnyel itt az Akácsziget küldőben. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Köszönöm, elnök úr, ünnepi gondolatait. Felkérem Szepesi Tibor polgármester urat köszöntő beszéde megtartására. Tisztelt képviselő úr, elnök úr, ügyvezető urak, hivatalvezető asszony, tisztelt fürdőzők, kilátogatók, hölgyek, urak, kedves gyerekek! Minden város és közösség életében nagy ünnep az, amikor egy számunkra, itt élők számára fontos turisztikai beruházás befejeződik. Ez mindig egy új élet, egy új lehetőség, amely ma itt az Akácsliget gyógy- és strandfürdőben is elkezdődik. Engedjék meg, hogy egy kis visszatekintéssel kezdjem a mai köszöntőm, hiszen az elmúlt időszakban több ilyen turizmushoz, kultúrához tartozó beruházás is megvalósult Karcagon. Fontos számunkra, hiszen ezek a beruházások, hiszen aki városunkba látogat, és ma már látjuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés településünk iránt, az előszeretettel látogatja meg a lombkorona sétány mellett most már a további turisztikai látnivalókat. A Ligetúti sportcentrumot, a Sámándob és a Rónai Malom épületét, vagy akár a rendezvényközpontot, ami itt mellettünk található, a szemben lévő Erzsébet-ligeti parkot, játszóteret, kerékpáros pumpapályát, a Szélmalmi Fogadóház épületében zajló rendezvényeket, és ma már kényelmesen, akár gépkocsival is megközelítheti az Ádorhidat, térségünk egyik legnagyobb kulturális örökségét. Sétálhat a gyönyörű Kossuth-téri fák alatt, és akár útjába ejtheti a Györfi Galéria kiállításait is. És természetesen, ha ideje engedi, akkor ellátogat, vagy akár önálló programként igénybe veszi az Akácsliget gyógy- és strandfürdő szolgáltatásait. A mai rohamosan átalakuló világunkban fejlesztések nélkül
Tudjuk, látjuk, egyetlen település versenyképessége sem garantálható. Úgyhogy büszkén mondhatom és állíthatom, hogy Karcagváros az elmúlt 5 évben ebből a szempontból kiállta a próbát. És talán még büszkébb lehetek arra, hogy immár sokadszorra adhatunk át a kor igényeinek megfelelő, új, illetve felújított létesítményt. Ezek a létesítmények, tudjuk jól, a jövőnek, a jövő nemzedékének szólnak, mert mi itt Karcagon bízunk a jövőben, bízunk településünk jövőjében. Mert egy ilyen beruházás nem is szól, és nem is szólhat másról, mint a jövőről, az itt is jelenlévő, következő nemzedékről. Tisztelt jelenlévő, kedves fürdőzők! Bizonyára vannak közöttünk olyanok, akik még emlékeznek a régi, ütött, kopott, itt-ott repedező medencére, a meszelt falakra, a beton lépcsőre. A kültéri gyógy 3-as medencét, ahogy a szakmai berkekben hívták, több mint 50 éve építették, és egy régi típusú, cementborítású, meszelt betonmedenceként, amelyet tudtuk, láttuk, hogy szinte minden évben jelentős mértékű karbantartással lehet üzemeltetni. Az akkori medence vízellátása gyógyvízű töltő-ürintő rendszerben üzemelt, remélem, hogy nem mondok rosszat, mely az időközben megváltozott jogi szabályozás miatt azt jelentette, hogy 14 éven aluli gyermek a medencében nem tartózkodhatott. A medence átalakítása ahhoz, hogy minden korosztály igényeit ki tudja elégíteni a strandfürdő területén, nem volt választható opció. Kerestük a megoldást, a lehetőséget arra, hogy felújítás helyett egy teljesen új, hosszú távon is tartós megoldás kialakítására legyen lehetőségünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A most átadásra kerülő fejlesztéshez a magyar kormány támogatásán keresztül a Tiszató Térségi Fejlesztési Tanács, ahogyan arról elnök úr is beszámolt, a Nagykun víz és csatornamű Kft. Kapott 254 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Így valósulhatott meg a projekt keretén belül egy 133 négyzetméter vízfelületű, 1 méter mélységű víz visszaforgatású élményelemekkel, kosárlabdapalánkkal, csúszdával, akadálymentesítéssel, pihenő sarokkal ellátott strandmedence. Mellette, ahol állunk is, térszint alatt egy élménygépház, felette a napozótér, most épp a napozótéren élvezzük a napsütést, mi itt néhányan, és hát remélem önök is ott a medence mellett. Tehát felette ez a napozótér, valamint a medence gépészeti technológiáját kiszolgáló, könnyű szerkezetes, esztétikusan kialakított vízgépház, amely itt a hátunk mögött látható. A tervezéskor és természetesen az építéskor is az a cél vezérelt bennünket, hogy további források rendelkezésre állása esetén bővíthető, folytatható legyen a beruházás. A munkálatokat a közbeszerzésen kiválasztott kivitelező cég a szerződés megkötése és a munkaterület átadása után szinte azonnal megkezdte, így biztosítva, hogy a szerződés szerint egy kicsit szűkösre szabott határidő tartható legyen. A menet közben felmerülő építészeti és egyéb technológiai problémák, és nem kevésbé az időjárási feltételek, tudtuk, láttuk nagyon jól az extrém meleg, az a tűző napsütés, amely nem biztos, hogy a legmegfelelőbb a burkolatok elhelyezésére, és nyilván sokan tapasztalták, hogy ennek kiküszöbölésére a kivitelező egy sátrat is felállított saját erőből, hogy tudjanak folyni a munkálatok az időjárási körülmények ellenére is. Tehát ezekkel a hátráltatásokkal is, de rekordgyorsasággal, kiváló minőségben, a legjobb alapanyagok felhasználásával készült el, és az engedélyezési eljárások után, amelyeknek az utolsó ütemét kedden reggel vette kézbe ügyvezető úr, ma itt állunk és átadhatjuk ezt a gyönyörű medencét.
Ahhoz, hogy a mai ünnepélyes nap bekövetkezhetett, nagyon sok ember munkája és segítsége kellett, melyért köszönet és hála. Külön tisztelettel köszönöm Magyarország kormányának a kapott támogatást, köszönöm Varga Mihály pénzügyminiszter úr segítő támogatását. Köszönöm a Tiszató térségi fejlesztési tanácsnak, Hubay Imre elnök úrnak és munkatársainak, hogy a támogatói döntésükkel a pályázati forrás nyomon követésével segítették munkánkat. Köszönöm F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak, Karcagváros önkormányzat képviselőtestület tagjainak, képviselőtársaimnak, hogy ahogyan az eddigi fejlesztéseknél is figyelemmel kísérték, támogató döntéseikkel segítették a munkálatokat, Karcagváros fejlődését. Köszönöm a tervezésben és a kivitelezésben közreműködő vállalkozásoknak, a Horváth és Társa tervezőirodának, Olajos Marian építész tervezőnek, a Karcagkincse Kft. Műszaki ellenőri csapatának, a Varga Viktornak, Németh Lászlónak, Nyester Ferencnek, László Zsoltnak. Köszönöm a generál kivitelező Azép Building Kft. Vezetőinek, Antalné Házi Mariettának és Antal Zoltánnak, továbbá munkatársainak, az alvállalkozóiknak azt, hogy napról napra azon dolgoztak, hogy egy csodálatos beruházással gazdagodjon településünk. Köszönöm az operatív lebonyolításban, az engedélyezési eljárásokban résztvevő kormányzati, megyei és járási hivataloknak, intézményeknek, munkatársaiknak a segítséget. Engedjék meg, hogy külön köszönjem hivatali munkatársaimnak, dr. Kapitány Csillának, Sipos Mariannak, Sipos Nagy Ágnes kollégáknak, továbbá azon pénzügyi, műszaki, jogi, közbeszerzési szakembereknek a munkáját, akik minden szempontból azért dolgoztak, hogy megfelelően, szabályszerűen haladjunk a megvalósítás során. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők, kedves fürdőzők! S végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Nagykun Víz és Csatornamű Kft., illetve az Akácsliget Gyógy és Strandfürdő dolgozói közösségének, Andrássy István ügyvezető úrnak, munkatársainak, hiszen a folyamatos építések, felújítások között is zavartalanul biztosították a fürdő üzemelését. Az új minőségi beruházás átadásával különleges év ez a Kft. A fürdő életében. De különleges év ez Andrássy István ügyvezető úr életében is, hiszen egy kerek évfordulóhoz érkezett. Néhány napja ugyan már hivatalosan megtörtént, de most engedje meg, hogy ünnepélyesen is köszöntsem abból az alkalomból, hogy ezen a munkahelyen a jogelődöket is figyelembe véve 45 éve megszakítás nélkül dolgozik. Igazgató úr, Karcagváros önkormányzata és Karcagváros lakossága nevében is köszönöm azt a magasfokú szakmai munkát, azt az elhivatottságot, szolgálatot, melyet a városért, a városban élőkért tettél. Jövőbeni munkádhoz további erőt, hitet, kitartást, jó egészséget kívánok! Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fürdőlátogatók! A projekt, ahogyan azt a benyújtáskor is vállaltuk, bízunk benne, hogy elérte célját, hiszen megújult, bővült szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé a városban élők, a városban látogatók számára. A medence a szalagátvágás után ma már használható, megcsodálható, körbejárható, kipróbálható, és köszönhetően az előbb is felsorolt támogatóknak, cégeknek, személyeknek, az ő összefogásuknak a szomszédból átsétálva is bátran fotózható. Kívánom, hogy a ma átadott fejlesztés sokáig szolgálja, s tevékenyen határozza meg az itt dolgozók, az ide látogatók, az itt pihenni, szórakozni vágyók egész városunk jövőjét, mindennapjait. Köszönjük szépen a támogatást és kellemes fürdőzést, jó próbát kívánok mindenkinek, aki ma belecsobban ebbe a medencébe. Köszönöm szépen!
Megköszönöm polgármester úr köszöntő gondolatait. Kedves vendégeink, bejelentem, hogy az elkövetkezendő percekben ünnepélyes szalagátvágásra kerül sor. Thank you.